Bakó Fanni vagyok, 18 éves, most vagyok végzős a Ciszterci Szent István gimnáziumban. Szeretek a versekkel foglalkozni, és emellett még versfeldolgozásokat hallgatni és énekelni. Nem igazán voltam túlságosan szoros kapcsolatban így az irodalomnak a verses, a lírai részével. Szóval ez körülbelül 10. óta fogott meg, és azóta nagyon-nagyon szeretem is, és azóta már az irodalomnak a epikai és a drámai részét is nagyon-nagyon kedvelem és szeretem, olvasom. Először még a felkészítő tanáromnak a javaslatára indultam el. Aztán utána már, miután belecsöppentem ebbe a világba, úgy gondoltam, hogy többször is meg szeretném próbálni, ameddig csak lehet. És nem volt kérdés, hogy most is jelentkezem így az utolsó évembe is, még hogyha érettségi éve is, mert én olyan sok mindent kaptam a versünneptől, a verstábortól, az egész programtól, ami nekem egy életre szóló élmény is, és nagyon-nagyon jelentős marad. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, tehát ahogy azt tapasztalták itt a napokban, illetve az elmúlt hónapokban is nálunk folyamatosan nagyon sok minden a fehérvári versünnep szóról szólt, de azon kívül a fehérvári beszélgetésekben is folyamatosan bemutatjuk önöknek a 12 döntős résztvevőt, a versünnepes csapatot. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Bakó Fannit, szia, és örülök, hogy itt vagy. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Mindig szeretem böngészni az ilyen jelentkezési lapokat, ahol te magadról azt írtad, hogy soha nem voltam egy nagy művész, tényleg. Most azért ez nehezen jön nekem össze. Hát igen, mert amint a kisfilmben is mondtam, nem igazán voltam szoros kapcsolatban a versekkel, és nem is értettem, hogy ezt miért szeretik emberek, hogy a költők olyan érthetetlenül és furcsán fogalmazzák meg az érzéseiket, amiket nem is lehet értelmezni sehogyan, és nem lehet érteni, aztán utána így valami kattant, és utána meg megszerettem. És ehhez kellett a zene? Igen. Mert eleinte csak vers feldolgozásokat hallgattam, és onnan. A zene az egy meghatározóbb dolog volt mindig is, és most is az. Talán egy kicsit feloldotta ezt a nyelvezetet, igen, nem? Igen. Kicsit ritmust tett le, és talán ez így könnyedebben befogadható. Legalábbis igen. Sokan ugye ezt mondják. Igen. Hogy ezért is népszerűk az ilyen különböző zenés feldolgozások. De hát nyilván a szeretem hallgatnitól azért van egy út ahhoz, hogy szeretem előadni. Igen. Hát ebben nagyon-nagyon nagy segítség volt az én felkészítő tanárom, aki az eddigi években is mindig mellettem állt. Ő Ferenci Noémi tanárnő, ott tanít ugye a Ciszterben, és igaz, hogy nem ő a magyar tanárom, de ő segített mindig ebben, és ő mondta, hogy ennek van jövője, és hogy én ebben tehetséges vagyok, és hogy próbáljam meg. És ő mutatta meg igazándiból, hogy mi is az a vers szeretet. Ő egy ilyen mozgatórugó ott az iskolában, mert szerintem, hogyha visszagondolok így az elmúlt évekre, talán biztosan állíthatom, hogy a legtöbb jelentkező már magára az elődöntőre is mindig a Ciszterből jön. Igen, nagyon motiváló tud lenni, és neki van egy ilyen, nem tudom, ilyen x-edik érzéke, hogy felismeri azt, hogy kinek milyen vers áll jól, és hogy miben tud kiteljesedni. És ez nagyon nagy segítség, főleg így a kezdetekben. Nekem is ez volt, hogy mutatott egy olyan verset, ami tényleg olyan testhez álló volt, és nagyon-nagyon szerettem, és onnantól meg már magam is rájöttem, hogy mi az, ami tetszik, mi az, amit kedvelek, mi az a stílus, amit szeretek előadni, és ebben ő volt az, aki segített, és így előre tolt.
Most a, ugye már sok-sok évbe visszatérő döntős is vagy, talán mondhatjuk ezt így is, hiszen tényleg most már az utolsó évedben is ott voltál a jelentkezők között, és a döntős csapatban is ott voltál, ugye. Az elején még hogy volt, hogy a Noémi segített neked megtalálni a verseket, kiválasztani, aztán utána közösen vagy egyedül, hogy zajlott ez a folyamat? Hát az első verset azt mindenképpen Noémi néni adta, igen. Ugye ő segített felkészülésben is, és a döntős versemet is. Hát ugye mutatott párat, és hogy abból válasszak. És igen, ez az elején még így történt, aztán utána volt szerencsém elmenni a verstáborba, és ott is nagyon sokféle verset hallottam, és sok megtetszett, és onnan már ugye jobban beleástam magam a különböző költőknek a műveibe, és onnantól már egyedül, és Noémi néni segítségével még ugyanúgy mindig hallgatok rá, illetve hát próbálom az ő tanácsait is szem előtt tartani. Mert nagyon hasznosak. Akkor mondhatjuk azt, hogy így rátereltek szépen téged erre az útra, és akkor most így a véleményükkel tudnak segíteni a felkészítőid, mentoroid, közreműködőid? Igen. És van tesztközönséged, vagy a tanárnő az, vagy otthon is családi körben azért teszteled azt, hogy most kinek hogy tetszik az előadásmódod? Otthon nem szeretem elmondani. Csak nagyon ritka esetekben már, mint hogyha valaki nem tud eljönni éppenséggel az előadásra, akkor mondom el, de azt is úgy, hogy húzom a számat, mert nem tudom, van, amikor úgy érzem, hogy nem is tudom úgy átadni, ahogy én át tudnám, és ezért jobban szeretem, hogyha akkor az előadás napján hallgatnak meg, otthon annyira nem. A ciszterci súly esetében talán még egy ilyen specialitása van a dolognak, hogy gondolom, hogy nem csak a versünnepes közösséget, de az iskolában lévő közösséget is külön-külön összerázza ez a program, nem? Mármint a versünnepet? Hát, hogy igen, hogy ugye van a versünnep, ahol vannak több iskolában ugye az ottani résztvevő diákok, azt már ugye a Barát Esztertől tudjuk, hogy ti nagyon jó barátnők lettetek, igen. De gondolom, hogy a cisztersuliban is az egyes évfolyamokból jelentkező diákok azért csak összekovácsolódnak, és jobban megismeritek egymást az iskolatársakkal is. Igen, mondjuk ebben az iskolában amúgy is szoros az évfolyamok közötti kapcsolat. Részben ez azért is van, mert ugye sokan, például az én barátaim közül sokan járunk Ferenci tanárnőnek a CIACO körébe, de mindenképpen sok barátság kötődik így is, hogy a versünnep kapcsán. És azt hiszem, ki lehet azt mondani, hogy mi, akik a ciszterből jelentkeztünk a versünnepre, tudjuk motiválni az utánpótlást, és ez nagyon nagy boldogság, legalábbis nekem. Ez nekünk is nagy boldogság, mert hát azért ti vagytok a közvetlen szószólói annak, hogy mondjuk miért jó egy ilyen tehetséggondozó programban részt venni. Ezt szeretjük mi használni, nem azt, hogy verseny, mert hát nyilván egy verseny valahol, de túlmutat talán egy sima versmondó versenyen. Hát én is így gondolom, nekem ez soha nem volt verseny. Én soha nem úgy fogtam föl, mint egy versenyt. Sokkal inkább úgy, hogy vannak olyan emberek, akik szívesen hallgatják a verseket, szívesen hallgatják azt, hogy hogyan adják elő a verseket, és nekik nagyon nagy örömmel mondok, vagy mondunk így együtt, szerintem. És nekem soha nem számított, hogy érek-e el helyezést, vagy nem. Nekem mindig az volt az első, hogy ami éppen az én lelkemben zajlódik, azt át tudjam adni. Vannak egyébként kedvencek? Kedvenc költők? Vannak, igen. Nagyon szeretem Radnótit, Szabó Lőrincet, illetve a kortárs költőket is nagyon-nagyon szeretem. Általában versünnepre eddig kortárs költőktől hoztam műveket. Most éppen miket hoztál az elődöntőre, mivel készültél, illetve a döntőre, és miért éppen ezzel? Elődöntőre Szabó Magda Tanú vagy Nem mehetsz el című versével készültem, a döntőre pedig egy népballadával, ez sem egy túl ismert műfaj, illetve hát vers, ennek pedig az volt a cím, hogy Fiatáld az Isten.
a tanú vagy nem mehetsz el, is Noémi néni mutatta, és nagyon-nagyon megtetszett maga a történet, maga a léleknek az ilyenfajta megnyilvánulása. Ugye ez egy férj elvesztéséről szólt, és bár nekem még nincs férjem, de nagyon-nagyon hatásosan, illetve hát szóval át tudtam érezni az egész verset, és nagyon-nagyon megtetszett. És úgy gondolom, hogy át is tudtam adni abban a pillanatban, amikor az elődöntőn elmondtam. Úgy tűnt, hogy a zsűrinek is sikerült átadnom, illetve a nézőknek is. Volt kedvenc zsűri tagod, most már elárulhatod a versenyen kívül. Hát mindenkinek számít a véleménye, nekem legalábbis. Az nagyon-nagyon jól esett most a legutóbbi alkalommal az elődöntőn, amikor Keller János azt mondta, hogy nagyon-nagyon szépen mondtam a verset, és hogy nagyon-nagyon jó helyen tartottam a szüneteket, és hogy hagytam időt, hogy megértsék a nézők is, és ez nagyon-nagyon motivált, és nagyon-nagyon jól esett. Illetve még annak is örültem, amikor a döntőben, ugye a ballada után azt mondta Anna, hogy ugye Kubik Anna, hogy nagyon örült neki, hogy népballadát hoztam, mert hogy ez nem egy elterjedt dolog a versmondás terén, és hogy nagyon-nagyon jól helytáltam. Meg Tornyai Gábor atya is nagyon-nagyon aranyosokat szokott mondani mindig, és azok is nagyon jól esnek. És a vicceseket is szokott mondani. Nagyon-nagyon jó humorú. Tudja oldani a feszültséget, igen. Mert szerintem ez nyilván talán az is a cél, hogy egy ilyen könnyedebb hangulatot teremtsen. Igen. A pihenőszobának is ez a célja, és ott azért lehetett látni külső szemlélőként, hogy tényleg egy ilyen közös, jó hangulatú csapat, versváró buli hangulatban fogadtátok, és szorítottatok, aggódtatok a másikért. Ez így van, mindenkinek a versmondását szerintem mindenki nagyon-nagyon várta, és szinte szerintem az összes versmondás után így ledöbbenve ültünk, hogy úristen, ez nagyon-nagyon jó volt, azt a mindenit. És ez tényleg így van, mindenki nagyon várta, és mindenki örült a másiknak. Ki volt a mentorod? Tüszkő Sándor ebben az évben. Korábbi években? Ja, korábbi években legelőször Várali Eszter Sára volt, aztán Nagy Péter, és ugye most Tüszkő Sándor. És milyen volt a Sanyival a munka? Nagyon-nagyon jó volt. Bár én mindig kifogtam azokat a mentorokat, akiknek éppensége próbahetük volt, fő próbahetük volt, és nagyon keveset tudtunk találkozni, de nagyon sokat haladtunk minden egyes alkalommal, és most Sándorral is nagyon-nagyon sokat tudtunk találkozni, vagy hát sokat tudtunk haladni. Találkozni kevesebbet, igen, haladni többet. Igen. Meg mondjuk a Sanyinak is az a munkamódszer, hogy ő is szereti humorral oldani, igen, a feszültséget. Nagyon-nagyon jól teltek ezek az órácskák. Nagyon-nagyon szerettem. Ugye a kisfilmből is hallhattuk, hogy hát érettségére készülsz, hogy sikerült ezt összeegyeztetni? Viszonylag könnyen, mármint próbáltam én alkalmazkodni, és sikerült, de nekem egy kicsit azért nehéz volt így készülni, így az érettségi mellett, mert tudtam jól, hogy a versen is kéne foglalkoznom, de akkor meg kicsit lelki is.